8 gólos vereséget szenvedett a Törökszentmiklósi kézilabda egyesület Balmazúváros ellen, de azt hiszem, hogy azért a meccs elején ez nem látszott, hogy ekkora lesz a különbség a két csapat között. Hát azt gondolom, hogy az eredmény az nem reális, tehát sokkal jobban benne voltunk a meccsbe. És nem tudom eldönteni, nyilván a fáradtság talán az, ami a nagy különbséget oda tette. Volt egy kulcspillanat a mérkőzésnek, azt gondolom volt egy 22-26-os, akkor meg beállt úgy az eredmény, háromszor, hogy négyszer tudtunk támadni. Ha ott talán gólt tudunk találni, vagy lőni bármilyen módon, akkor lehet, hogy nem így zárul ez a mérkőzés. De totál a végére azt gondolom, hogy teljesen szétestünk fizikálisan, már abszolút nem bírtuk el. Nyilván aztán a fejbe se, ugye lőttük a mindent, kaptuk a két perceket, tehát ott ment el a mérkőzés abban az értelemben, hogy nagy lett a különbség. Az elején a védekezésünk is azt hiszem, hogy egy rövid ideig, de működőképes volt, utána azonban ez is elment, vagy elmúlt. Hát igen, nyilván ott a kevés emberre főzünk. Ugye most álltunk át ugye, a bajba, ugye a hatos falra. Az elején meg volt a keménység, én is azt gondolom. Tehát jöttünk, fautoltunk. Ugye tudtuk nagyon, hogy a Balmaz az a 3-as, 8-asokkal jön, keresztezik, és abba kell belefautolni. Majd ebbe belefáradtunk szerintem mi. Nem volt rá utána alternatíva, tehát ugye, hogyha a Gál Dani ott elfárad gyakorlatilag a belső hármasba, akkor utána azt megmondom őszintén, most nem tudom pótolni. Próbálkozunk itt cserékkel, de az nem megy. Azt gondolom, hogy a csapat küzdött, tehát, és ezt nem adta fel egy perce se. Tehát én azt gondolom, a fél időben és időkéréseknél is abszolút nem éreztem a megadást. Úgyhogy magát a csapatot tudom dicsérni, mondjuk így. Az eredmény nem. A mérkőzés legeslegvégén azt gondolom volt egy pici közjáték, erről beszélni egy néhány szót? Azt gondolom, hogy a teátrális dolgok történtek, hiszen a játékos, a két játékos, ugye, és nem is az ment ki később, akivel a konfliktus volt, hiszen a Forgival volt a konfliktus ott annak a játékosnak, kapott ugye egy két percet, ugye az harmadik két perc volt, piros lap lett, és ott kialakult egy úgymond, hogy mondjam, én cica harcnak hívom, ott amikor ment le a játékos, igazából azt gondolom, hogy ott a Mirkónak a kiállítása nem volt jogos, hiszen ott több ember is inzultálta a padról, tehát ott többen fölálltak, ők is mondták, és igazából mi, a többiek nem igazából vettünk részt ebben, tehát azt gondolom, hogy csapat nem érdemelte meg ott azt a két percet. Majd a Mirko utána ugye kiment a pályáról, és ugye azért kapta az újabb két percet, mert ugye nem volt választása a játékvezetésnek, tehát ez történt, hogy ugye utána meg kellett kapni a két percet, hiszen benne kellett volna maradni a kispadon, hiszen ez még csak a második két perc volt. Van még néhány mérkőzés hátra, mire számíthatnak a szurkolók? Hát nem egyszerű, azt gondolom, hogy egy hazai mérkőzés van. Hát, hogyha őszinte akarok lenni, szurkok nem ezt érdemlik. Én azt gondolom, hogy rettentő jól szurkoltak ma is. Ha győzünk, ugye nyilván akkor könnyen mondom azt, hogy a nyolcadik ember ilyenkor nagyon nehéz. Ők nagyon jól vizsgáznak, azt hiszem, nagyon büszkék is lehetünk rájuk. Mi nem tudunk megfelelni ennek az elvárásnak, az látszik. Mind tömegben, mind embermennyiségben gyakorlatilag nem tudjuk fölvenni a versenyt ezekkel a csapatokkal. Természetesen az utolsó azért meccsen meg fogunk próbálni mindent. Nyílt sisakos meccs lesz, azt gondolom, hogy remélem nem az Exodus-a lesz a két törökszentmiklósi klubnak az a mérkőzés, de megpróbáljuk nyilván megverni. Abszolút, azért most már ők az esélyesek, hiszen akár a tematika, akár a kedv, a motivációk terén sokkal jobb etapban vannak, mint mi. De hát azt gondolom, hogy holtig kell küzdeni. Mi fogunk küzdeni, azt hiszem. Ma megmutatta a csapat egy 40-45 percig, hogy mindent meg tud tenni a győzelemért. Most nem érzem igazából, nincs olyan nagy hiányérzetem, mint mostanában szokott lenni, mert az az egyetlen tényező, ami nekem talán a legfontosabb, hogy bármi van, ha hatan kell kiállni, akkor is küzdjünk. És ma azért az a helyet közel megvalósult, tehát abban az értelemben most én nem sérültem, mint edző.